Különleges kiállítás nyílt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Közel 100 kép látható a falakon, amelyek többségében úgynevezett grafikai alkotások. A Mikrovilág titkai Gyermekrajzokon című tárlat ötlete Jakab Géza rajztanártól származik. A kezdetek azok úgy néznek ki, hogy kb. 2005-2006 tájékán pályázatot hirdettek mikro- és makrofotókból, és ezeknek a díjazott képei kerültek elém, amelyek egy csodálatos új világot tártak a szemem elé. És ebben a világban rengeteg új felfedezni való volt, és akkor úgy döntöttem, hogy én ezt a világot megosztom a gyerekekkel is rajzórákon, és ezeket a fotókat én kinyomtattam, bevittem, szétosztottam, és azt a feladatot kapták a gyerekek, hogy ezeknek a rajzoknak az alapján készítsenek egy saját alkotást. A kiinduló pont az a fotó volt, de az is feladata volt a gyerekeknek, hogy minél távolabb jussanak a fotótól a saját elképzeléseik, ötleteik, fantáziaviláguk alapján, alkossák újra, fogalmazzák újra azt a képet, amit kaptak. És hát ez az itt látható képeken, azért rajzokon jól látható, hogy ezt úgy nagyjából sikerült is elérni. Van, aki nem nagyon távolodott el az eredeti látványtól, van, aki meg egészen új köntösbe tudta öltöztetni a látnivalót. Az eltávolodás alatt elsősorban azt értem, hogy próbálja magának értelmezni, próbáljon belelátni dolgokat, próbálja valamilyen irányba továbbfejleszteni azt a képet. Az sem baj, hogyha végén már nem is igazán látom, hogy honnan indult el, valahova eljut, valami új gondolat társul hozzá, és ez jelenik meg egyik-másik képen nagyon markánsan. A rajztanár azt mondja, a mikrovilág nem kizárólag a tengeri élővilágot jelenti, hanem az egysejtűektől, a rovarok csápjain keresztül, a különböző ásványi metszetekig és tiszolt fém felületekig értendő. De én azt hiszem, hogy az elektromikroszkopikus felvételek, illetve a makrofotó felvételek világa az kimeríthetetlen, tehát rengeteg lehetőség van még, hogy újabb és újabb részleteket fedezzünk föl ebből a csodálatos világból. Ezek az alkotások a Szent József Iskola Központból, a Garai János Általános Iskola és AMI-ból, tehát Alapfokú Művészeti Iskolából, illetve a már azóta megszűnt Comenius Iskolából kerültek ide, illetve azok a tanulók készítették, akik valamikor oda jártak, illetve vannak itt olyan munkák is, hogy ezek a tanulók még jelenleg is az iskolatagjai. Számomra azok a leginkább értékes alkotások, ahol tényleg messzire ment a kályhától a gyermek. És tényleg valami egészen újat hozott létre. Két példát hadd említsek meg, az egyiknél egy olyan felvétel látható, ami a gyerek fantáziában egy szívre emlékeztetett, egy emberi szívre és az érhálózatra, és ezt alakította ki végül is, ez a munka került egyébként a plakátra is. Egy másik fotó alapján pedig a gyerek tulajdonképpen egy kezet rajzolt meg, amin egy bábként mozgat. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a hosszas bezártság után több mint másfél év telt el szinte azzal, hogy azokat a tematikus kiállításokat, műalkotásokat bemutathattuk volna, ami évtizedek óta régi hagyománya a Kulturális Központnak. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy tavaly ősztől végre folytathattuk azt a nagyon sokrétű és gazdag kiállítás sorozatot, amely mindig is jellemezte a Kulturális Központot, hiszen akár képzőművészek, szobrászok, festők, akár a hagyományőrző együttesek, akár a Tolna megyei Népművészeti Egyesület és sok-sok iskola, intézmény örömmel keres fel bennünket azért, hogy a képzőművészet legszélesebb spektrumának is adjunk otthon, mi ennek mindig örömmel teszünk eleget. Voltak itt ebben olyan kiállítások, amelyek sajnos több mint egy évet is már
több alkalommal áttervezés után kellett átvészeljenek, de nagy örömünkre meg tudtuk valósítani, és azóta tény és való, hogy szinte egymásnak adják a helységet és a különböző tematikájú kiállítások, a bemutatókat. Nagyon reméljük, hogy ez hosszú időn át most már így folytatódhat. Mindig külön öröm, amikor gyerekrajz kiállításoknak adhatunk otthont, hiszen a gyermekek eredendően kreatív lények, őszinték, nincsenek még megrögzött előítéleteik. Úgy állnak a külvilághoz, ahogyan sajnos felnőtt korban mi már sokszor nem tudunk, elfelejtjük azt, hogy milyen volt gyermekként őszintén rácsodálkozni egy-egy természeti tárgyra, egy-egy képre. Ennek a kiállításnak meg különlegesen érdekes tematikája van, hiszen egy mikroszkóp alatt egy mikroszkópikus tárgyakat, lényeket bemutató kiállítás volt a gyerekek fantáziájára bízva, amit szabad szemmel sokszor nem veszünk észre, vagy azért, mert nem látunk az érzékszerveinkkel, vagy nem tekintünk rájuk elő figyelemmel, de egy gyerek egy ilyen témában mindig megtalálja neki tetszőt, és nagyon-nagyon érdekes alkotások születtek.